tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a Bölcsek Szakiskolája. Te is lovastúra vezető, hivatásos szakember. Szereted a lovakat? Másoknak is szeretnél örömet okozni? Légy te az, aki megmutatja társainak, hogyan is kell a lóval bánni, hogy aztán közösen szeljétek át hazánk izgalmas tájait. OK és lovastúra vezető képzés neked! A most következő Dino sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szervíz. Sportosat. Mai vendégeink fiatal, tehetséges ökölvívók, valamint a sikeredzőjük, azaz Berki Ferenc ökölvívó edző, valamint utánpótlás bajnokai, ifja Berki Ferenc és Abai János. Szervusztok! Mind a ketten a korosztályotokban megnyertétek a magyar bajnokságot. Kezdhetjük a legfiatalabbal, ugye? A Janival. Serdülő bajnok lettél. Mennyire volt várható tőled az, hogy te leszel most a bajnok? Hát nagyon várható volt, mivel nagyon sokat teszek érte, és az is nagyon hozzátesz, hogy édesapám az edzőm, és az is nagyon hozzátesz, hogy a fecó idősebb nálam, és ő nagyon húz engem, mivel ő már egyszer volt magyar bajnok, és én nagyon akartam a sikert. Akkor neked ez volt az első magyar bajnoki címed. Igen. Hány kilóban? 56. 56 kilóban. Mióta boxolsz? 3 éve. És tavaly mi volt a magyar bajnokságon? Hát tavaly sem sikerült. Azt akkor ne is firtassuk? Hát, nem értem el dobogót, sajnos. Hát akkor nagy változás volt akkor egy év alatt, akkor azt jelenti. Igen. És hogy nyerted a döntőt? Mennyire volt kiélezett a küzdelem? Mennyire volt tuti, hogy te vagy a legjobb ma ebben a súlycsoportban? Egyértelmű volt a meccs, mivel rámásztam, és nem hagytam élni. És egyértelmű volt, mivel alig kaptam ütést, én viszont adtam neki ütés rendesen. Pontozásban az eredmény mit mutatott? 4-1 lett. 4-1. Nálatok is úgy, hogy pontoznak, ugye, mint a felnőtteknél? Igen. Vagy más rendszerben? Tényleg? Ugyanaz. Ugyanaz a rendben. Szóval hogy van az, hogy 4-1, jóval többet ütött? 5 bíró mérlegeli a teljesítményt, és az 5 bíróból 4 nekünk adta a győzelmet, 1 bíró másképp látta. Ezt téged felbosszant, hogy más bíró, egy volt olyan ember, aki azt látta, hogy nem te vagy a bajnok? Nem bosszantott fel, mert nagyon boldog voltam, hogy megnyertem, és csak arra tudtam gondolni, hogy bajnok lettem. A többi nem érdekel. Nagyon örültem neki. De ez még csak az út eleje. Igen. És akkor most jön a nehezebbik része, ugye? Igen. Serdülő vagy, de még jövőre is serdülők között fogsz, ugye még? Nem, jövőre már vártasz már. Igen. Hová mész fel? Juniorba. Juniorba. Igen. Az mit jelent számodra? Az, hogy nincs még arra a sanszod, hogy bajnok legyél, vagy akár ott is lehetsz bajnok, újra lehetsz bajnok. Ott hogy is látod? Tudok újra bajnok lenni. Csak annyi a különbség, hogy ott már 2 perc lesz a menetidő. Itt nem másfél perc. Igen. Meg a korcsoportok máshogy vannak összeállítva. És a súlycsoport? Az ja, változik? Igen, az mit jelent? Feljebb, lejjebb mész? Hogy döntöttél, mint edző? 56 kilóban lett magyar bajnok. Véleményem szerint február környékére meg tudjuk célozni a 60 kilós versenysúlyt.
Na, az jó hír, nem kell fogyni. Igen. Úgy egészséges, hogyha egy, az edzés súlyából nagyjából 5%-ot leszámítunk, az megadja, hogy nagyjából a verses út körülbelül annyit szabad fogyasztani, ami igazából annyit jelent csak a fogyasztás. Igen, így van, hogy a kis zsírréteget egy kicsit lejjebb olvasztani, de nem más, nem többet. Megnézted a junior bajnokságot? Persze. És már ilyen szemvegen keresztül is, hogy kik vannak 60 kilóban? Na, kik vannak 60 kilóban? Üdvözlöm a junior korosztály bajnokát. Hány kilóban lettél? 66. 66. Mázlista vagy. Persze. Tényleg, mi lenne, hogyha egy súlycsoportban, egy korosztályban éppen összekerülnek? Pénzfeldobás és az egyik úriember lesérült. Nem boxolhatnak együtt soha. Edzésen? Edzésen igen, de az, meg egy, az egy más helyzet. Az egy más ott is éles, ott élesben vagy, vagy inkább edzésen. Gyakoroltok? Igen, igen. Edzésen, hát most azon inkább húzom a Janit. Csináljuk, erősítünk sokat, sokat ütök rá, sokat birkózunk. Értem. És akkor most csak négy szem közt kérdezem, otthon, amikor nincs otthon a fater, akkor hogy küzdötök egymással? Hát elkapom hátulról, kirúgom a lábát, és valami hasonló küzdelmet kell elképzelni. De akkor élesben megy akkor? Na, milyen volt a te bajnoki döntőd? Ha jól tudom, a pontozók 2-1 arányban hozta ki téged győztesnek, ugye a döntőny? Szigorú volt a meccs ennyire? Hát nem. Szerintem nem. Kivel bonyolztál? Egy KS is gyerekkel. Villám gyorsan eldöntöttem. Nevére nem sem emlékszem. De emlékszem. Villám gyorsan eldöntöttem a meccset, kötélre tettem és végig üldöztem. És akkor miért mentek ilyen szűken a bírók? Minden bizonnyal ők az igazi hozzáértők, a gondolataikat nem tudom megérteni, nyilván többet tudnak az ökölvívásról, mint mi. 2-1 lett a végeredménye. Én úgy láttam, és ez az én meglátásom, hogy esély nem volt arra, hogy picit is szoros legyen. Akkor nem izgultál a sarokból? Nem. Előtte 2 héttel ezzel a nagyon, nagyon jó képességű fiúval boxoltak már egy jót, meghívtak minket egy születi mulatságra, ahol egy profiringet fölállítottak, és ott 9 pár boxolt talán, és ezt a KS is srácot kaptuk mi ellenfélnek. Hangsúlyozom, hogy nagyon jó képességű, nagyon ügyes gyerek, minden elismerésem az övé, kedvelem is a srácot, de ezen a napon nem volt esély a Fecő ellen, és mivel hogy már ezen a születi mulatságon ott kiderült, hogy a Fecő jobb akkor így tartott is tőle, akkor tartott tőled a döntőben? Úgy érzem, hogy igen. Úgy érzem. Mikor szereted az első bajnoki aranyérmet? Vagy ez most már második? Két éve, és még Serdülőbe. És hány éve bunyózol? Én is 3. Akkor neked gyorsabban jöttek az eredmények? 3-ból 2-t húzott be. 3 évből 2-szer lett bajnok, a Jana 2 évből 1-szer. Ez az első év maradt ki mind a kettőtöknél, ugye? A Fecónak az első Serdülő első év az kimaradt, akkor készültünk fel arra, hogy boxoló lehessen, és Serdülő másodévben kezdte a versenyzést, és bajnok is lett egyből. A Jana korosztály előtt kezdte az edzést, Serdülő elsőben tavaly nem sikerült neki, Serdülő másodévesen már igen. Tehát 2 éve versenyez, abból most bajnok lett. És ugye úgy teljes a kép, mert neked 3 tanítványod van, ha jól tudom, ugye? És a 3. tanítvány is dobogóra léphetett, 3. lett. Igen. Melyik súlycsoportban, melyik korosztályban, és hogy hívják? 52 kg-ban a Szakács Alex. Ő meg 52. Akkor azzal se fogsz találkozni. Nem. Nem. Jó elosztás akkor végül is, nem? Igen, szerencsés. Nagyon jó barátomnak a kisfia az Alex. Korosztályosan megfelelően tud mindent. Mindenképpen az élbolyhoz tartozik. Talán elfogult vagyok, de azt mondom, hogy szerintem jó a legjobb a súlycsoportban. Azt, hogy csak 3. lett, ez annak tudható be, hogy hát, ha kikapnak, az edző hibája. Ha nyernek, az ő ügyességük. Az én hibám, rosszul küldtem be. Ez így korrekt. 3 tanítványod van jelen pillanatban, ugye? És akkor erre a 3 fiúra kell vigyáznod.
Mennyire volt egyáltalán népes a mezőny? Hány győztes meccs után lettek például ők bajnokok? Érdekes, mert a Jana súlycsoportjában mindösszesen hárman indultak. Uh-huh. Egy körmérkőzés volt akkor mindenki? Nem, a vesztes az mindig kihullik. Ott is szerencsés volt a Jana, mert a sorsolás úgy hozta, hogy ő kapta a hármas számot, ezért csak a döntőbe kellett boxolnia. De ez így nem ilyen egyszerű, mert a súlycsoport minden bizony azért lett ennyire üres, mert a három boxolóból, aki itt volt, a Jana és egy kecskeméti fiatal úr, ők zsargonnal mondva kipucolták a súlyt. Tehát innen elment mindenki, mert ez a két fiú ez olyan nagy különbséggel jobb a többieknél, hogy tehát elmentek innen. Bocsáss meg, akkor korosztályos válogatott is vagy? Még nem volt összehívás a serdülőknél. Lesz majd? Hát mivel hogy évvége van, valószínűleg már nem lesz. De jövőre hogy számolsz? Mi lesz vele? Válogatottsággal kapcsolatban kérdezem hát, most. Azt, hogy behívják a válogatottba, az a szövetségi kapitány úrnak a meglátásán alapszik. Ha én lennék, én azonnal hívnám, mert bőségesen tud annyit, ami ebben a korosztályban kell, és azt is tudja, amit a juniorban kell tudni, szerintem. Hát igen, mondjuk ő váltás előtt van, mondjuk jövőre már junior lesz, tehát ott megint mások az erőviszonyok. Nálad hány meccs volt? Nekem hármat kellett megnyerni, 16 regisztráció volt a súlyban, és csak 13-an jöttek el. Három meccset kellett nyernem ahhoz, hogy megnyerjem. Ott már voltak akkor. Igen. És mindegyik kemény meccs volt. Ezt tudnának, hogy teltház. És válogatottság nálad hogy áll junior korosztály? Hát én most juniorba megyek föl IFI-be, ott nyilvánvalóan megnyerem a ott egy nagy versenyt. Igen, mert ökölösten nagyon furcsán van, sok emberek még szokatlan, hogy ugye azt szoktuk meg anno, hogy serdülő, ifi, junior és felnőtt. Ugye nálatok úgy van, hogy serdülő, junior, ifi és úgy a felnőtt korosztály. Tehát eléggé brutál. Ez a csavar miért van benne? Egyébként sehol máshol nincs benne sportágban. Mindenütt ugye ez a metódus itt nálad. Miért van ez a csavar benne? Azt hiszem, hogy korábban úgy volt, hogy serdülő, ifi és kadett talán. Vagy serdülő, kadett és ifi. Volt itt egy csavar valóban, de nem tudom miért változott meg. És akkor te is ugye mész egy fejébb, te a válogatottság visszakanyarodva? Idén nem hiszem, hogy már lesz bármi is. Nem, de amúgy ott vagy stabilan? Persze, igen. Kell vele számolni. Idén mi rendeztük az Európa bajnokságot. Ott voltál? Nem. Miért nem? Hát egy kicsi hiányzott. Mi hiányzott? Szerencse még mindig. Ki a jobb nála? Senki. 63 vagy 66 kilóban indulhatott volna. 63 kilóban egy igazi komoly jó boxolót vittek, 66 kilóban is egy igazi jó komoly boxolót vittek. Egy hajszálom út lehetett volna úgy, hogy ő megy bármelyikbe. Ez az edzői meglátás valószínűleg. Úgy ítélték meg, és ezzel nincs kifogásolni valónk. Jövőre akkor már ifi vagy, és két év múlva már felnőtt. Tehát akkor most már itt az ide, hogy bevereked magad a válogatottba, hogyha Brazíliában a riói olimpián ott akarsz lenni. Pedig ugye az a cél, így van? Jól látom, akkor neki most már jövőre mindenképpen be kell verekedni magát a válogatottba. Hát jó lenne, de még ifi másodévben sem késő. Nem késő? Ifi első éves lesz, ez azt jelenti, hogy mivel évvégi születésű, hogy akár 22 hónappal is lehet idősebb az adott ellenfele. Ez ebben a korban sokat jelent még izomzatban. Hát kezdjék, hogy 22 hónapban találkozunk újra. Mennyivel lesz élete fejben, izomzatban, kondícióban? Sokat számít. Köszönjük akkor 15 hónap. Tehát akkor azt mondod, hogy akkor még semmi nincs veszve? Nincs, persze. Nincs. Ifi másodévben illik magyar bajnoknak lenni feltétlenül, hát az kötelező. Ifi másodévben kötelező a magyar bajnokságot behúzni. Ifi elsőben? És jó lenne. Na, engem az érdek, hogy mi az elvárás vele egy jövőre. Mert ugye hát kétszeres magyar bajnok, azért már ebből nehéz engedni, nem?
Igen, nehéz, nehéz. Persze. Főleg amilyen szigorú vagy, hogy hallom, azért nagyon. Hát csak a sportterén, azon kívül kenyerekennek. Ők is ezt mondanák? Biztosan, nem? Persze. Edzésen milyenek egyébként? Befogják a szájukat, csinálják a munkát, vagy visszaszólnak, hát végülis fater szöveggel? Milyenek? Annyira ismernek már, hogy pontosan tudják, hogy melyik pillanatomban meddig mehetnek el. Uh-huh. Tehát valamikor egész jól vissza szájolnak. Jól tudom, hogy a napokban is lépcsőztetek a stadionban. Ma reggel. Hogy bírták? Végig csinálják, zokszó nélkül? Mert azért az nem egy kis feladat. Az edzés terhelés ellen még sosem volt kivetni velük. Hát olyannyira, hogy a Jana tavaly egyenesen befutott a Betes a gyermekkorázba. Futott egy olyat, hogy a mentőt kellett hívnom hozzá. Hát ilyen még sosem... Mert mi történt? Nem. Az akaraterőm, hogy nem akartam magamnak megengedni, hogy megálljak. Uh-huh. Ezért végigfutottam, és bejöttem, és akkor kérdezte a apu, hogy mi bajod van, mondom, semmi, és felálltam, és akkor hívták a mentőket, és akkor bementünk, és 15 perc múlva jöttünk is ki. Elégetett mindent, ami benne volt. Szerencsére volt nálam szendvics, édesüdítő. És akkor így gyorsan helyre. Igen, mire kijöttek a mentők, addigra már rendben volt, egy 15 percig tartott az egész, az a felborulás, de mire kijöttek, már rendben volt. Hát ennyit fűznék hozzá, hogy edzés-terelés ellen kapcsán... akkor emberek. Mikor szoktak, miért szoktak reklamálni? Edzésen nem szoktak. Nem, semmi. Nem. Azt az első, ezt az elsőben megbeszéltük, hogy itt nincs vicc. Vagy komolyan, vagy sehogy. Igen. Sok időt, energiát fetszölök ebbe a dologba, hogy nekik jó legyen. Akkor itt minden edzésen a megfelelő dolgokat meg kell tenni, minden áron. Suli, nálad, Jani, ajándékos vagy, hová jársz? Én most elsős vagyok, és az EAKI gimnáziumba járok. Most heti kétszer járok be, mert én még csak 8-et edzek egy héten, és januárban visszük fel 9-re, és ha minden jól megy, akkor a jövő év végére már felvisszük 10-edésre. Nyáron, és akkor utána már nem fogok iskolába járni. Mert most kedden és szerdán nem edzek kettőt. Fog iskolába járni, csak akkor már nem fog bejárni minden héten, hanem csak vizsgázni és otthon tanulunk. Így van. És te? Hát én heti 10-et edzek és nem járok iskolába, csak fél évente vizsgázok. Uh-huh. Hova jársz? Melyik iskolába? 16. kerületben, a Táncsics gimnáziumba. És hogy sikerülnek így a vizsgák? Nagyszerűen. Minden rendben van? Hát tavaly rendben volt, idén még ugyan csak október vége van, hát rendben kell, hogy legyen. Tavaly akkor ugye már rajta, hogy le tudtad mérni azt, hogy akkor ez működik így ez a történet. Napi 10-11 edzés, és akkor levelezőn végzik, akkor vizsgázni megynek be, és akkor abszolválható végül is, így is akkor a... Olyan napi két és fél órát tanulnak az edzések között, ez úgy nagyjából belefér. És amikor jön a fél évi vizsga, annának ugye még ilyen nem volt, akkor áttérünk egy 10-12 napra a napi egyedzésre, a délutánira, és akkor a tanulásra bele púzunk 4-5 órát. Ilyenkor osztálytársa, valaki jön segíteni, mikor finisbe vagy? Tanárok? Igen. Melyik a leggyengébb tantárgyod? Matek talán. És neked melyik a legerősebb? Nekem is a matekkal vannak gondok. És melyik a legerősebb? Melyben vagy a legjobb? Olyan nincs. Hát... Na tessék. Ezért meg kell küzdenetek, hát, hogy hallom, ez kihívás volt. Talán mindegyikben ugyanolyan. De talán a fizikában kicsit jobb vagyok. Na tessék. Otthon milyenek a legények? Sok velük a gond? Na nem. Jó srácok, jó fiúk. Amikor összegerjednek valamin, akkor negyed órát, 20 percet eltöltünk azzal, hogy hagyjátok már abba ez agyrém, akkor csesztetik, bocsánat, húzgálják egymást. De gondolom azért, Feri, volt már rá példa, hogy ha úgy alakul, akkor biztos, hogy megvédenéd a Janit. Persze. Volt már rá példa? Nem kellett sose megvédenem. Ügyes? Jó erőben van? Igen. Helyes. És akkor csak a box tölti ki az
nap minden percét? Semmi más sport, semmi más lazítás nincs? Azt tudom, hogy te nem engeded. Tanulás és box, de ti szeretnétek, vagy csináltok valamit titokban, hogy a fater nem tudja? Hát én nem akarok más sportolni, mert én úgy gondolkozok, hogy ha mondjuk sportolok más, és abban megsérülök, akkor a boxnak a rovására megy, és azt meg nem szeretném. Akkor nem is futballozol, semmi? Nem. Biciklizés, semmi? A biciklin is szoktunk, de az erőléti edzés. Ez is keretben. És te? Isten ments, semmit nem csinálok. Csak a box? Vagyok hozzá. És akkor otthon fogadni, mert van, hogy 1500 DVD, ahol különféle boxmérkőzések vannak? Hogy napi 3 filmet megnézünk. József, edzőtáborban voltunk, Balatonkenesen. Jött a biciklis erőléti edzés. Dombra föltekerés, 4-500 méter, kiállva a nyerekből, ami kifér a csövön, vissza lassan, óvatosan, mert ilyen murvás úton, ha elesel, akkor vége az edzőtábornak, sőt, sok mindennek akár. Fiúk óvatosan föltekernek, azt hitték, hogy valahol oldalt bementem a házba. Tehát nem látod őket magyarul? Hátradőlve, 50-nel, elengedett kézzel, jönnek lefelé a murván. Bünti mi volt? Hát nem volt, nem tudom őket büntetni. Nem, dehogy is nem tudom őket büntetni. Minden másodpercben oda kell rájuk figyelni, mert ebben a korban ön és közveszélyesek. Mi lesz még ebbe az évben? Bajnokok lettetek ebbe az évben? Most már pihi, vagy még lesz még valami verseny? Egy hét pihenő volt a bajnokságok után, és akkor visszálltunk a napi 2 edzésre, egy kicsit más formában, ne legyen annyira kifeszítve már a program, de erről létre vigyázva, a technikai részeket megcsinálva, és egy olyan 3 meccsre még szeretnénk elmenni, hogy azzal zárjuk az évet. Még egy 3 partira, pofon partira elmennénk. Ez mit jelent? Ez honnan tudod ezt kiválasztani? Vagy egy szövetségi versenyek, vagy ezek? Rendeznek a klubok versenyeket, és ilyen, meghívnak ilyen, akár ilyen minket. Ilyen házi versenynek, nem, régen akár, ezt házi versenynek akár, hívták. Akár olyan de attól ugye meghívnak más klubokból is. Így van. Ezeket hívtak régen házi versenyek. Ilyesmi jelleggel, igen, és akkor egy 3 partira meg elmennénk szívesen, remélem, hogy... Kik szoktak ilyet rendezni? Vasas, vagy... A Vasas is rendezett idén. Az Újpest évelején volt egy pár rendezvény valóban. Hát minden nagyobb klub végül is. Az Újpestre elmennék, mert ugye a kapitány ott van, ugye az edző. Igen. És akkor mások azért is megmutatnám, hogy... Én vagyok a legény a gáton. Ne ismer minket szerintem, természetesen, mert behívta a fecót többször is ilyen pofonpartira. De akkor mi nincs meg, hogy hová mentek, kit fogtok legközelebb megverni? Bárkit. Még nincs meg, de szerintem összejön a 3 parti. Lesznek még rendezve. Zárásként, te mennyit bírsz ki verseny nélkül, mennyi időt? Egy hónapot, 2 hetet? Egy hetet? Hát nem sokat, mert nagyon szeretem amikor tudom, ezért kérdezem, hogy mennyit bírsz ki, mennyi időt eljön el az, hogy már úgy mennél és úgy boxolnál egy jó élesbe? 3 hét után már jön rám az, hogy már megint akarom érezni azt a érzést, amit versenyen érzünk, hogy melegítés, meg minden, és max. 3 hét. És te, Feri? Kb. Ugyanez nekem is. Függőséget okoz ez a dolog, főleg a siker. Olyan szintű függőséget okoz, hogy nagyon nem is kell aggódnom, hogy elkalodnak, mert ha nyernek, akkor még függőbbé válnak. Öngerjesztő. És akkor csinálja. Hát kíváncsian várjam 2012-t, hogy tudjátok-e folytatni, mert tudjátok, most még csak elkezdődött egy folyamat, most jön a nehezebbek része megtartani és fennmaradni a csúcson. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is. További sportosat. A Dinosport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.